Ismét eltelt egy hét, és ha eltelt, akkor újra jelentkezik Kispad című sportmagazinunk. Köszöntöm Önöket! Most nézzük, a teljesség igénye nélkül, miről lesz szó mai műsorunkban. Kézilabda, hazai győzelem. Röplabda, vereség a Kecskeméről. Tünder, a VSTV szerkesztője ezúttal a kézilabdát próbálta ki. 25-20-ra legyőzte a Dunajvárosi Kohász Kézilabda Akadémia a Fehérvár együttesét a női kézilabda bajnokság 15. fordulójában. A találkozó előtt közös gyertyagyújtással emlékeztek a 10 évvel ezelőtt elhunyt Kulcsár Anitára. Egy perces megemlékezéssel kezdődött a DKK és a Fehérvár vasárnapi összecsapása. A felek a 10 évvel ezelőtt autóbalesetben elhunyt Kulcsár Anitára emlékeztek, akit később a világ legjobb játékosának is megválasztottak. A hazaiak kezdték a találkozót, bár az első gólt a vendégek szerezték, Máté Fieszter lányai fokozatosan áttették a játék irányítását, és Triffa Ágnes bravúrjainak köszönhetően a félidőben 12-10-re vezetett a Kohász. A Mátéfi csapat remekül kezdte a második játékrészt, és 8 gólos előnyre tettek szert. Innen még 3 gólra feljött a fehérvári együttes, de sorrendben Takács, Bulat, majd Ferling is betalált, kialakítva ezzel a 25-20-as végeredményt. Nagyon kemény csata volt, igazi rangadó, és egy nagyon jól felkészített csapat ellen, azért nagyon fölkészült mindkét csapat a másik taktikájából, úgy gondolom, hogy megint csak közhelyre tudok pufogtatni, hogy egy óriási győzelmet sikerült aratnunk ma este. Szívem szerint én azért csak-csak dicsérném ezeket a piros ruhás hölgyeket, mert ugye nagyon masszív, szigorú játék után 2 gólos különbség fél időben, utána aztán kaptunk ajándék 10 percet. Igen, végig nagyon feszes volt ez a mérkőzés, nagyon fegyelmezetten és koncentráltan játszottak a játékosaim, és ez meg is hozta a gyümölcsét, mert egy ilyen rangadón ez különben nem működött volna. Az is fontos volt, hogy csodálatos közönségünk előtt szerintem sikerült egy nagyon jó játékkal, nagyon nagy küzdelemben, óriási szívvel, ahogy küzdöttek a lányok ezt a győzelmet kicsikarni, és nem utolsó sorban Kulcsár Anitán emlékére is szerettünk volna méltóképpen emlékezni, és úgy gondolom, hogy ez méltó volt ahhoz, amit ő képviselt a magyar kézilabdában. Ha szabad egy embert kiemelnem, van egy kis szőke hölgy, talán nem is a legfiatalabb, aki az utolsó másodpercben még egy letámadást egymaga csinál, hát ez egy igazi eleven példa. Igen, és az, hogy amikor említettem, hogy a szívük vitte a lányokat előre, mert voltak hullámvölgyek a mi játékunkban is volt, amikor egy kicsit abban az általunk diktált iramban elfáradtunk, akkor mindig volt valaki, aki túlendítette a csapatot ezeken a nehezebb periódusokon, és tényleg itt most a Ferling Lettiről van szó, de én kiemelném a csapatot. Ez megint igazi csapatmunka volt, nagyon jól működött a védekezésünk, 20 gólt kaptunk a Fehérvártól, jó kapus teljesítmény volt, és támadásban is sikerült. Hát főleg ott a második fél idején egy 5-0-as, 6-0-as sorozatot produkálni, ami óriási dolog volt. Ebben egy kicsit el is fáradtunk, és egy pillanatig nem adták fel a lányok, de egyik sem, és ezért sikerült tényleg egy nagyon fontos 2 pontot itthon szerezni. Megszerezni. Tőle tanulom, minden pont rettenetesen fontos. Szépen teljesít a csapat, nézzünk előre 1-2 meccset. Igen, én mindig a következő feladatra koncentrálok, tehát ez volt ma a legfontosabb feladat, hogy a Fehérvárt itthon győzzük le. Ha most nem csal az emlékezetem, akkor jövő héten Vácra megyünk, és arra a mérkőzésre is szeretnénk jól fölkészülni. Azért most volt egy sorozat, ahol a lányok elfáradtak. Ma is például Vince Melinda nem lehetett tudni, hogy tudja vállalni a játékot, vagy nem. Debrecenben is betegen vállalta. Tegnap este is még hőemelkedése volt. Vannak sérültjeink, a Kamperolcsa, a Bertaniki. Tehát most egy kicsit itt a hét elején szeretnék rendezni a sorokat. Remélem, hogy hét közepére mindenki fölépül. Egyet szusszannak a lányok, és ugyanezzel a lendülettel folytatjuk jövő héten, ahol most ma itt abba hagytuk. A vendégek vezetőedzője hangsúlyozta, az eredmény ellenére továbbra is a legjobb 4 közé kerülés az együttes célja. Bakó Botond véleménye szerint a vereség a sok sérült, valamint a mentális fáradtságnak köszönhető.
Azt gondolom, hogy a lányok küzdöttek és becsülettel megpróbáltak mindent. Ver a sors bennünket rendesen, rengeteg emberünk tegnapról már alá belázasolt, és nem tudták várni a játékot. Sok sérültünk is van, ugye erre ráadásul még Kaza is megsérült a mérkőzés legelején, úgyhogy nagyon sok helyről és sebből vérzünk, és azt gondolom, hogy nyilván a második fél időben az első 7-8 perc nagymértékben hozzájárult a végeredmény kialakulásához, de volt erőnk és volt tartásunk, és föl tudtunk állni. Azt gondolom, hogy 21-19-nél, 22-20-nál ismételten nyitott volt a mérkőzés, és ráadásul meg is volt a lehetőségünk, hogy akár még szorosabbá tegyük, vagy megfordítsuk. Nem tudtunk élni ezzel, nyilván erre az időszakra már azért mentálisan és fizikálisan is nagyon elfáradtak a játékosaim, nagyon kevesen voltunk, és ennek is köszönhető a hiba. Tanulunk, fejlődünk, jövünk föl, úgy gondolom, és egyre jobban tudunk játszani és teljesíteni. Bízom benne, hogy előbb-utóbb majd megfordul ez a rossz sorozat a betegségek és a sérülések terén, és akkor meg is fogjuk nyerni talán ezeket a mérkőzéseket. Vegyünk egy nagy levegőt, és nézzünk előre a rájátszásig. Mik a tervek? Szeretnénk a négybe kerülni, illetve maradni. Én úgy gondolom, hogy erre még minden lehetőségünk továbbra is adott, megvan, úgyhogy küzdünk tovább, harcolni fogunk, az biztos az utolsó pillanatig, nem fogjuk olcsón adni a bőrünket, és bízunk benne, hogy most már ennek a nagyon hosszú szezonnak során egyszer lehet nekünk is majd szerencsénk. Hétvégi győzelmével a DKK a 22 ponttal a harmadik, az Érd a Fehérvár gárdájával holt versenyben a negyedik helyet foglalja el a tabellán. Több mint 100 résztvevővel, izgalmas mérkőzésekkel ért véget a második középiskolás futszál kupa, amelyet idén a rendvédelmi dolgozók kupájával is kiegészítettek. Így több generáció eshetett egymásnak a főiskola sportcsarnokában. Idén második alkalommal szervezték meg a középiskolások futszál kupáját. A fiatalok reggeltől estig bizonyíthatták rá termettségüket a főiskola sportcsarnokában. A rendezvény különlegessége volt, hogy a diákok mellett most először a rendvédelmi szervek is megmérkőzhettek egymással. A 8 középiskolás csapat mellett 5 rendvédelmi együttes is egymásnak eshetett. A középiskolásokat 2-4-es csoportra osztották a szervezők, ahonnan az első 2 helyezett jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, míg a rendvédelmisek versengésében körmérkőzéses alapon döntötték el az első hely sorsát. A fiatalok csatájában a Hildiskola, a Kéklámpások fiadalában a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság együttese bizonyult a legjobbnak. A rendezvény fővédnöke, Varga Péter megyei rendőrfőkapitány elégedett volt, hiszen a kitűzött célt elérték. Nagyon örülök neki, hogy itt a rendvédelmi szervek tagjai a középiskolásokkal találkoztak, ugyanis nekünk is alapvető célunk az, hogy minőségi, jól felkészült utánpótlás legyen a rendőrségen, és bízom abban, hogy a fiatalok közül, akik itt a rendőrökkel kapcsolatba kerülnek, egyre többnek az lesz a célja, hogy esetleg rendőr legyen, és akkor az állományunk gyarapodni fog. Arra gondolok, hogy ez lehetett egy üzenet is, hogy mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint a többiek. Ez teljes mértékben így van, ugye mi rendőrök semmivel se vagyunk különbek, mint bármelyik más állampolgár, és ezzel is azt próbáltuk apostrofálni, hogy a rendőr is ugyanolyan ember, mint a többi. Stankovics László sportbizottsági elnök szerint a sport közös pont a fiatalok és az idősebbek életében. A szombati esemény erre jó példa. A sport összehozza az embereket, a más pedig látszik azért itt az is, hogy Dunaújvárosban nem csak a fiatalok, hanem az idősebb generáció is nagyon szereti a sport és nagyon szereti a foci. Na lehet ez már igazi tömegsport? Igen, ezt is szeretnénk. Tudod, mindig meg elmondjuk azt, hogy Dunaújvárosban nem csak a profi sport, hanem a tömegsportot szeretnénk preferálni, és azt is segíteni anyagilag, ha lehet. A torna célja az volt, hogy népszerűsítsék a dunaújvárosi futszát és az egészséges életmódra való nevelést. A kupa mögött 2 hét kemény munka, legalább 8-10 embernek a kemény munkája van, de erről nem szeretnék beszélni, sokkal inkább arról kell beszélnünk, hogy ez a kupa, hogy elindult, célokat fogalmaztunk meg, és úgy érzem a nap végén, hogy ez a kupa elérte a célját. Több mint 100 rendvédelmi szakember, és több mint 100 középiskolás versenyzett ezen a tornámmal küzdöttek. Én azt gondolom, az egészséges életmód felé történő nevelés, a barátságok szövődése, a sportérték ennek a rendezvénynek, azt gondolom, ezt a célt, ezt mi elértük a mai napon, úgyhogy ez óriási öröm számomra.
egy eleven példaként állsz itt fiatalember létedre, 13-as rajtszámmal. Én nagyon megcírogtam azt az embert, aki te vagy, mint labdarúgón. Hogy érzed magad, hogy visszatértél úgy, ahogy mindig is szereted labdázni? Nagyon szeretek labdázni, és az elmúlt egy-másfél évben nekem erre nem volt már időm, szégyen ezt mondani. A csapat szervezése és csapat mellett történő munka mellett nem fér bele az időmbe az, hogy bár szégyen, hogy mozogjak. Ígérem, hogy kicsit erre több időt fogok fordítani. A rendezvényt tovább színesítette a gálamérkőzés és a büntetőrúgó verseny is. A szervezők bíznak abban, hogy a jövőben is meg tudják szervezni a középiskolák és a rendvédelmi szervek kupáját. Három egyes vereséget szenvedett a Dunafer röplabda csapata a bajnok Kecskemét ellen. Tomanóci Tibor tanítványai jól kezdték a mérkőzést és végig küzdöttek, ám végül a tapasztalt ellenfél hozta a papírformát. Jól kezdte az összecsapást a Dunaferes röplabda csapata a Kecskemét elleni bajnoki találkozón. Tomanóci Tibor tanítványai az első játszma derekáig tartani tudták a lépést a címvédővel, ám már az első játékrész végén megmutatkozott a két gárda közti erőkülönbség. A vendégek jó blokkjaikkal, támadásaikkal 25-17-re megnyerték a nyitó szettet. A második felvonásban is bátran játszottak a dunaújvárosiak, és egy-két pontos hátránnyal küzdöttek a kecskemétiek ellen, akik a pontos játékuknak köszönhetően végül ismét győztesen kerültek ki a csatából. A harmadik játékrészben bizonyították rá termettségüket a Dunaferes röplabdázói. 6-2-re, majd 10-4-re is vezettek, és megérdemelten szépítettek. A negyedik felvonásban is oda tették magukat a hazaiak. A rendkívül kiélezett csatában végül a kecskemétiek rutinossága győzedelmeskedett. A végeredmény így 3-1 a címvédő javára. A dunaújvárosi vezetőedző azonban elégedett volt csapata játékával. Én is azt gondolom, hogy megérdemlik a gyerekek a gratulációt. Nagyon-nagyon nagyot küzdöttek. Én azt gondolom a bajnok csapat ellen. Sikerült szettet rabolnunk. Majdnem pontot raboltunk a bajnokságba. Ugye 26-24-re kaptunk itt az utolsó szettbe. Én nagyon-nagyon örülök és büszke vagyok a csapatomra, akik mai nap itt a pályára léptek. Az utolsó játék hatalmas küzdelmet hozott. Majdnem azt mondom, hogy professzionális küzdelme. Én is azt gondolom, igen. Itt látszott az, hogy a fiúk akarták a győzelmet, meg lelkesek voltak és küzdöttek végig, amiből lehet erőt meríteni, én azt gondolom, az elkövetkezendő időkben. Szerencsések vagyunk mi a szurkolók, láttuk a szezon elején, amikor még küzdöttek, döcögtek, és majdnem, hogy sírásra állt az emberek szája, és meg az összes baszfickó játékot merik csinálni. Hát igen, a sok munkának kijön az eredménye, én azt gondolom, meg hát ugye most az elmúlt időszakban ott voltak a válogatottban, ott is kaptak egy plusz impulzust, Európa-bajnok és rejtezőkön vettek részt a gyerekek, ahol szépen szerepeltek, tényleg kivétel nélkül az összes dunaújvárosi játékos jól játszott, amit én hallottam az edzőktől, úgyhogy én csak gratulálni tudok a játékosaimnak. A kecskemétiek vezetőedzője elárulta, kihívás számukra a Dunaújváros ellen játszani, hiszen, mint mondtam, a játékosok szépen taktikáznak, és az ő gyengeségeikre fókuszálnak. Ez meglátszott a mostani mérkőzésen is. Nem volt sima meccs, az eredmény is azt mutatja, hogy egyáltalán nem volt sima meccs. Mi az utolsó mérkőzésünket kb. egy hónap, ahogy lejátszottuk. Ezt lehetett látni a csapatról is, hogy egy hónapig egyáltalán nem csak edzésben voltunk, és elég nehezen találtuk meg a motivációt harmadik-negyedik játszmában, mikor a dunaújvárosi csapat nagyon jött főfelé, és bármit tett a pályán, minden neki összejött. Úgyhogy gondolom, hogy a harmadik meg a negyedik játszma, harmadikon sima ott volt Dunaújváros, de negyediken izmokkal, többet izmokkal nyertük még, mint fejje, úgyhogy őszintén szeretek játszani a dunaújvárosi csapat ellen, teli van, a csapat össze van állítva tehetséges játékosokkal, akik ott vannak a ifjú, még a junior, még a fiatal válogatottban, úgyhogy mindig egy külön motiváció kell, hogy legyen nekem is, meg a csapatomnak is, hogy lejátszok a dunaújvárosi mérkőzést. Edző Tomanóci nagyon okosan és tudományosan irányítja a csapatot, ezt lehet látni, és igazi szép taktika, pontosan tudja, hol vagyunk a leggyöngébbek, mi leggyöngébbek csináljuk, ott kell támadni, ott kell bokonni minket, úgyhogy ezt mondom, nekem is egy kihívás Dunaújváros ellen játszani.
A csatát te nyerted meg, ezért is gratulálok. Azért elégedett vagy? Persze, 3 pont az 3 pont. Nem lehet nyerni 5-1-e, 10-1-e, lehet nyerni 3-0-a, 3-1-e, hogyha meg akarok nyerni 3 pontot. Ez sikerült, igen. Az első két játszmával igen elégedett vagyok, ott játszottuk a mi játékunkat. Próbáltam ritmus változtatni fiatalabb játékosokkal a harmadik játszmával, de ez nem jött be, úgy nem jól válaszoltak se mentálisan, se taktikailag, gondolom egy kicsit a fiatal irányítom, egy kicsit lassabban vezette játékunkat. Ez megfelelt a dunaújvárosi csapatnak, úgyhogy simán veszítettük ezt a harmadik játszmát, de mondom, a negyedik játszma mégis akkor, mikor kellett a vége, akkor nagyon-nagyon okosan is mégis döntött a játszma, meg a mérkőzésen. A Dunaferes röplabda csapata ezzel a kerettel most játszott utoljára, hiszen 2 játékos is visszavonult. Hatvani Attila és Lukács Attila ugyanis befejezték aktív pályafutásukat. Ezen kívül Gebhardt Zoltántól is el kellett búcsúznia a röplabda szakosztálynak. Öt-négyre legyőzte a Dabdokleri Jégkorong csapata a Ferencváros gárdáját a MOL Liga pénteki játéknapján. Az acélbikák elképesztő hullámvasutazás végén diadalmaskodtak a zöld-fehérek felett. A Ferencváros gárdáját lettek vendégül Donald McLean tanítványai a Dunaújvárosi Jégcsarnokban. A találkozót a fővárosi együttes kezdte jobban, hiszen már a 2. percben megszerezték a vezetést. Ezt követően a vendégek még 2-szer bevették a hazaiak kapuját, így az első harmad végén 3-0-ra vezetett a Ferencváros. A 2. felvonásban felé lett a dunaújvárosi csapat, előbb Posgai, majd Eszkelinen is betalált a vendégek hálójába. Ezt követően mindkét oldalon született gól. Ám a játékrész végén egyenlíteni tudtak az acélbikák. 4-4-es állással korcsolyázta ki a jégre a játékosok az utolsó harmadra. A végeredményt Nathan Martin állította be, amikor egy távoli lövéssel lepte meg az addig kiválóan védő Budait. Újabb találat nem született, a Dabdokler végül 5-4-re legyőzte a Fradit. Yeah. Igen, nehéz mérkőzés volt, nagyon lassan kezdtünk, adtunk 3 nagyon könnyű gólt az ellenfélnek, de örülök annak, hogy a 2. és 3. harmadban úgy játszottunk, ahogy a srácok tudnak, és örülök annak, hogy óriási karaktert mutattak játékosok a csapatból, és ezáltal sikerült fordítani. Win 5-4. 4 nagyon kemény mérkőzés, 4 fontos győzelem, jól tudom? The top 2 spots. Így van, itt ugye az alapszakasz végéhez érünk lassan, itt már minden mérkőzésnek kifejezetten nagy jelentősége van. Az első két hely egyikért harcolunk folyamatosan. Every game is very important right now. A zöld-fehérek edzője szerint jól játszottak a fővárosiak, de egyre több hibát vétettek, amely az eredményen is megmutatkozott. Jól játszottunk, azt nem tudom azt mondani, hogy nem hajtottak a fiúk. Az első harmadban volt szerencsénk is, mert lőttünk 2 ember hátrányos gólt. Ott hibázott a Dab. A 2. harmadban pedig nagyon ránk jött a Dab. Letámadtak, kaptunk ember hátrányba kerültünk nagyon sokat. 2-ből gól született, utána pedig 2 nagy egyéni hibát vétettünk, amit nem lehet egy Dab ellen, mert rögtön megbüntet. A 3. harmadban kijöttünk, muszáj volt védekezést váltsunk, de átettük az 1-3-1-ről 2-1-2-re, le kellett támadnunk futni az eredmény után, és kaptunk egy potyagot, begurult a Budainak. Viszont nem tudom azt mondani, hogy nem védett jól végig, jól védett, megtörténik. Nagyon közel volt a 2 rangadó egymáshoz ezen a héten. Ez segített vagy hátráltatott téged? Hát azt mondom, hogy a Dab ellen nehéz, mert nagy tempót diktál a Dab. Úgy érzem, hogy az egyik legjobban korcsolyázó csapat. Van 3 nagyon homogén soruk, meg egy fiatal soruk. Nekünk 2 rutinosabb sorunk van, 2 fiatal sorunk. De hát a Dab úgy érzem, hogy fizikailag egy nagyon erős csapat. Nem könnyű 2 naponta a meccset játszani ilyen ellenféllel. Semmiképpen nem szeretnék egy ilyen komoly férfinak udvarolni, de azért azt kell mondjam, hogy amióta átvetted a zöldeket, ez egy egészen más stílusú és más eredményességű csapat. Igen, sajnos, hogy elvesztettünk könnyű mérkőzéseket, ami kötelező lett volna, és most futunk a rájátszásért.
minden pontra szükségünk van. Ilyenkor nagyobb a nyomás a játékosokon, mert kötelező hozni a mérkőzéseket. Ma is közel voltunk, sajnálom, hogy legalább egy pontot nem tudtunk szerezni. Azt mondod, hogy nagy lesz a versenyfutás, fogjátok bírni fizikailag? Muszáj lesz, mert be szeretnénk kerülni a rájátszásba mindenféleképpen. Úgyhogy következő meccsre is ugyanúgy koncentrálunk, utána jönne a rangadó az Újpesten direkt mérkőzésre, hát minden pontra szükségünk van. Az acélbikák folytatták kiváló szereplésüket, vasárnap ugyanis a Liga első Miskolc otthonába látogattak. Donald McLean tanítványai végig fegyelmezetten védekeztek, és a második harmadban ütött három gólnak köszönhetően 3-1-es győzelmet arattak. A dunaújvárosiak a szezonban először tudtak nyerni Miskolcon, és ezzel a vezetést is átvették a MOL Liga tabelláján. Városunkban nagy hagyománya van a kézilabdázásnak, legyen szó a női vagy a férfi szakágról. Ezért a DSTV szerkesztője ezen a héten ebben a sportágban mutatta meg, mit is tud. Így van, ezen a héten a kézilabda sporttal ismerkedtem meg, egy rövid tréning erejéig a DAC utánpótlás csapatához csatlakozhattam. Az edzés a heti program ismertetésével indult, majd miután labdát kölcsönöztem, kezdetét vette a tényleges munka. Nem, kedves nézőink, ezek nem a múlt heti futszál edzésen készült felvételek, bizony a bemelegítés lábbal történő labdavezetéssel kezdődött, ezt követték a páros gyakorlatok, ekkor már kézben volt a labda, ahol a különböző átadásokat gyakoroltuk. Majd a kapusok bemelegítése következett, a mezőnyjátékosok előre meghatározott irányokba lőhették a labdát. A kapusok úgynevezett belövését különböző szituációs feladatok begyakorlása követte, indítás, egy az egy elleni játék, valamint a létszámfülényes helyzetek góra váltása. Az edzést végül a büntetők, másnéven a hetesek lövése zárta le. Kézilabda egy nagyon népszerű és Magyarországon ráadásul sikeres sport, úgyhogy aki teheti, az mindenképpen jöjjön le és próbálja ki, és ismerkedje meg a játék alapjaival, hiszen nagyon könnyen elsajátítható és nagyon élvezetes játék. Ennyi volt mára a kispad. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!